a to read listámra, azt jól megmondtam. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb összegzős videó lesz, ugyanis elmúlt most már a március is, úgyhogy nézzük, hogy milyen könyveket sikerült kiolvasnom márciusban. Ami sok, és a felére nem emlékszem, mert március egy hosszú hónap volt. És én is meglepődtem, hogy ezeket a könyveket még márciusban olvastam ki, de nem is húzom tovább a szót, akkor nézzük, hogy miket olvastam. Először csak felsorolom azt a három darab kötelezőt, amit kivégeztem a hónapban, mert azokról úgyse szoktam soha beszélni. Ez a három darab kötelező pedig Eszterházytól volt, a Pápai vizeken ne kalózkodj, fantasztikus élmény volt. Ottlik Gézától az Iskola határon, szintén csodálatos élmény volt. És most fejeztem be, mikor ezt a videót felveszem aznap, Örkénytől a Tótékat. Az egy fokkal jobb volt. De ennyi. Ennyit erről a három kötelezőről lesz. Ez nem lényeges. Ebből a szempontból, amiből én most értékelni fogom a hónapomat. Jó, mert ezek olyan könyvek igazából, hogy ezeket nem annyira akartam elolvasni, és így nem is szeretnék róluk beszélni. Majd érettségin elég lesz. Meg óra. És akkor a rendes könyveket, amiket olvastam. Azok jönnek. Az első könyv. A kötelezőkön kívül, amit elolvastam márciusban, az Stephanie Perry-től a Holtak Városa volt, ez a Resident Evil videójáték sorozatnak a megkönyvesítésének a harmadik része. Ezt fantasztikusan összefogalmaztam, jó van, nem tudok beszélni. Ez a Resident Evil 2 alapján lett megírva. Hát gondolom, hogy leköveti a játékot. Mindegy, szóval én a Resident Evil könyveket azért kezdtem el olvasni, mert hogy tetszett a játék, de én nem vagyok valami nagy gamer, szóval max csak nézem, de azt se nagyon, és gondoltam, elolvasom, hogy képbe legyek a sztorival. És most már elolvastam a harmadik részt. Ez az utolsó rész, ami megjelent magyarul. Egyébként 6 részes ez a sorozat. Plusz van egy előzménykönyv, szóval összesen így 7. És majd szeretném elolvasni angolul a többi részét is, mert kíváncsi vagyok a folytatására. A következő könyv, amit márciusban olvastam ki, az Kelly Barnhill-től a The Girl Who Drank the Moon című kötet. Ez egy... Hát, most nem vagyok benne biztos konkrétan, hogy gyermek és ifjúsági könyve, lehet, hogy ifjúságiként van bekategorizálva, de ez egy inkább, én azt mondom, gyermek és ifjúsági fantasy kötet. És ezt nagyon régóta el akartam már olvasni. És ez egy irtózatosan aranyos kis könyv volt. A története röviden annyi, hogy van egy város, ahol minden egyes évben a legfiatalabb gyermeket, csecsemőt feláldozzák a boszorkánynak, tehát kinhagyják a gyereket az erdőben. És hát igazából félreértéseken alapul a dolog, mert hogy ez a boszorkány, akiről szó van, igazából nem is rossz, hanem megtalálja a gyerekeket és biztonságban helyezi őket, de aztán egyik évben véletlenül holdfénnyel eteti meg a gyereket, akit visz, mert egyébként csillagfénnyel etetni, de véletlenül holdfénnyel eteti meg, és ennek következményei vannak, és ebből indul ki a bonyodalom, és irtózatosan cuki, és itt van ez az icipici kis sárkány, ami valószínűleg nem látszódik. Ő volt a kedvencem. Az új kedvenc sárkányom így fogatlan után. És egy kis szivárványos szárnya van, és írtó cuki a borító. Márciusban volt az, hogy ilyen 2 hét alatt elolvastam mindegyebben 4 könyvet, mert beteg is voltam meg minden, úgyhogy volt időm bőven olvasni. Úgyhogy 2 nap alatt kivégeztem Rainbow Rowell-től a Fangirlt, és úristen, ez a könyv is így az elsők között volt, amiket felpakoltam Goodreads-en, a to read listámra. Ez egy annyira fluffy könyv volt. Tipikusan annyira jó volt olvasni, mert az ilyen típusú könyveket, ezeket lehet a leggyorsabban olvasni, mert csak leülök, és így 300 oldal múlva fölnézek, hogy hó, ennyit elolvastam belőle. Ez is olyan volt, tehát annyira gyorsan lehetett vele haladni, és se kép, se hang, csak olvastam, teljesen beszippantott. És én ennyire karakterrel még nem tudtam azonosulni, mint Kettel, mert Jézusom, tényleg annyira lehetett vele azonosulni, hogy az valami hihetetlen volt. De tényleg, és elejétől végig imádtam ezt a könyvet.
azt hiszem nem volt vele semmi kifogásom, sehol egy ponton sem. És az alapsztori az, hogy van egy ikerpár, akiből Kathet követjük. És ők elmennek egyetemre. És ott ugye ez ilyen nagy változás nekik, meg annyira a szoros kapcsolatuk is kicsit meglazul, és új élethelyzetek lesznek meg minden, és mindeközben Kat fanfiction-t ír a Carrion, nem rosszul mondom, a Simon Snow sorozat befejező részének megjelenése előtt ír fanfiction-t. Ez egy ilyen külön kis világ, ami ebben a könyvben jelent meg először. És hát vannak a fanfictionből benne, vagy a több fanfictionből részletek. Nekem azok is tetszettek, mert ezután közvetlenül elolvastam a Carrion-t, mindjárt arra is rátérek. És ez eredetleg előbb is jelent meg, mint a Carrion, de ezt így nehéz elmondani, nem mutatok közben a Carrion-t. Na mindegy. De ez egy nagyon-nagyon jó kis romantikus könyv volt, és ez nagyon kellett az én lelkemnek most. És ugyanúgy kellett az én lelkemnek a Carrion is, amit közvetlenül ezután a könyv után olvastam el, szintén kb. Két nap alatt, ami az egyébként mindkettőnél azért elképesztem, mert az ilyen 450 oldal, ez meg 520 valamennyi, és nagyon gyorsan. Ez a könyv majdnem fönntartott egész éjszaka. Tehát így, amikor este 11-kor, még egy utolsó fejezetet, és így 50 oldal múlva, na jó, most már tényleg el kéne menni lefeküdni. Nem tudom, hogy hogyan van így a... Tudom, hogy az úgy íródott meg ez a könyv, hogy Rainbow Rowell szerette volna azt a Fangirlben részlegesen kitalált Simon Snow részét a történetnek jobban kidolgozni, és ebből lett a Carrion. És ez az idei egyik új kedvenc könyvem, a Fangirl is, de ezt még jobban imádtam. Imádom ezt a borítót is. És szeptember 24-én jön a második része, úgyhogy nagyon jó időben olvastam el, mert egyébként ez a könyv még régebb óta volt rajta a várólistámon, mint a Fangirl. És nagyon jó. És hát nagyon sok helyen láttam azt, hogy Harry Potterhez hasonlítják, és én azt elismerem, hogy elég sok ponton, főleg az elején, de inkább csak az elején hasonlít is a Harry Potterhez, mert ebben is ilyen varázslók vannak, meg varázsló iskola, de amúgy meg szerintem teljesen más, mint a Harry Potter. Most vannak benne pontok, de ne menjünk bele abba, hogy a Harry Potterben is vannak pontok, amik egyeznek más könyvekkel. Amik előbb voltak megírva, mint a Harry Potter, de nem, ebben nem fogok belemenni. Nem érdekel még, hogyha hasonlít és néhány helyen a Harry Potterhez, mert annyira nagyon jó könyv volt, és engem annyira nagyon beszimpantott, és most imádom, és teljesen lázban égek szeptemberig, és szeptember 24-e egy nagyon jó nap lesz, mert akkor fog kijönni a Trials of Apollo 4. része is, úgyhogy szerintem én azon a héten eltűnök majd egy kicsit olvasni. Ezután olvastam Becky Arbeltallitól és Adam Silverától a What If It's Us-t, és ezt a könyvet majdnem imádtam. De csak majdnem, mert ez is egy hihetetlenül fluffy és aranyos és zabálni való történet volt az elején. Aztán a szereplők elkezdtek hiszizni, és egyébként maga a sztori adott nekem egy teljesen nem realisztikus történetet, tehát az ilyen az ilyen romcom sztorik azok általában nem szoktak annyira nagyon realisztikusak lenni, ha csak nem külön arra megy rá a dolog. És az egész annyira nem volt ilyen túlságosan hihetően valószerű. Mármint megtörténhetne, de amúgy nem tudom, nekem nem tűnt annyira annak. És egy olyan valószerű véget oda nyomtak az orrom alá így az utolsó 20 oldalon, hogy én azon teljesen kiakadtam. És utána újraértékeltem a könyvnek a korábbi részeit, és rájöttem, hogy hát az egyik főszereplő a kettőből eléggé idegesített, bocsi Arthur, de annyira hisztis volt. Minden egyes jelentéktelen dolgon annyit tudott hisztizni. És először 4 csillagot akartam neki adni, mert tetszett az elejed, aztán mondtam, hogy nem, 3 csillag lesz, mert a vége és Arthur. Úgyhogy nem. Ja. Úgyhogy ez annyira nem jött be, nem volt rossz, annyira jó se. A történetről meg röviden annyit, hogy Arthur és Ben véletlenszerűen összetalálkoznak New Yorkban, és hát igazából a központi elem az, hogy vajon az univerzum azt akarta-e, hogy ők összejöjjenek. És
akkor az utolsó könyv, amit olvastam márciusban, és nem volt kötelező olvasmány, az Szélesi Sándortól a Kincsem volt. Igen, ennek a könyvnek igazából így az a lényeg, hogy azért olvastam el, mert ugye én lóbolond vagyok, és néha így még felszíretről a nagyon durván lóbolond én nem, mert most már annyira nem vagyok olyan nagyon durván. Tehát valamennyire mérséklődött, hogy nem beszélek állandóan a lovakról, most már a könyvekről beszélek többet. De igen, most föltört bennem az az érzés, hogy nekem ezt a könyvet el kell olvasnom, mert megnéztük a Kincsem című filmet újra, mert már láttam előtte is. És utána megvettem a könyvet, 2 nappal kb. Aztán most sikerült el is olvastam, megnéztem megint a filmet, és ez egyébként elméletileg az igaz sztori, legalábbis az van ráírva, hogy ez az igaz sztori. És nekem ezzel a könyvvel az volt a problémám, hogy én nem voltam kíváncsi a romantikus részére. Mert én tudtam, hogy van benne romantika, de úgy volt, ide van írva, hogy a csodakanca igaz története. És hát az a probléma, hogy ebben a könyvben amennyi csodakanca volt, az egy nagyon minimális érték. Mert egyébként 2 részre van osztva, és gondoltam, ugye az első fele az a Karolina nevezetű rész. A második fele meg a csodakanca nevezetű rész, és gondoltam, hogy jó, a Karolinában a Karolináról meg a Blaskovics Ernőről lesz szó, hogy ők hogyan próbálnak összejönni. Aztán, amikor a csodakanca részből elolvastam már több mint 100 oldalt, és még mindig arról volt szó, és ló nem is nagyon volt a sztoriban, akkor kezdtem azt érezni, hogy hát ez nem az lesz, amit én akartam hallani, mert ebben a könyvben a ló mennyisége az tényleg elég kevés volt, és hát, mint lóbolond ember, ez szíven ütött, mert nekem, ha valaki lovat ígér, akkor adjon lovat. Nem érdekel. Mert az volt a problémám, hogy nem lett volna egyébként még akkor sem rossz, hogyha kevés ló van benne, de Blaskovics Ernő annyira idegesítő volt az egész könyvön keresztül, és minden apróságon annyit tudok tisztízni, hogy az valami hihetetlen volt. Szóval ez nagyon lehúzta számomra a könyvet, és az is, hogy Kincsemnek a nagy versenye, amikor ugye fejfej mellett értek be az egyik versenylóval, és újra kellett futni, és ezt mindezt 3 oldal alatt elintézte. 3 oldal alatt az egyik legizgalmasabb versenyét lerendezte Kincsemnek. És abból a 3 oldalból is 2 kb. Az volt, hogy megtárgyalták, hogy újra futtatják a lovakat, szóval. Igen. Ez kicsit kiakasztott. Úgyhogy annyira nem nyerte el a tetszésemet a könyv, de amúgy nem volt ez se rossz, csak nem erre számítottam. Ez egy jó hónap volt. Én ezeket a könyveket olvastam márciusban. Kommentben írjátok meg, hogy ti mit olvastatok márciusban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal.